Sziasztok, Barbara vagyok, a Narcisz Coach, és sok szeretettel köszöntöm kedves régi ismerősömet, Gáli Klárit, a Kapcsolatok Akadémia alapítóját, illetve nagyon sok mindent kell róla tudni, Klári. Én csak egy-két dolgot mondok el, aztán kérlek, hogy majd a nézőknek mondd el, hogy te mivel is foglalkozol. Ugye Tony Robbins, aki az egyik, vagy a világ talán első számú coacha, neki vagy a magyarországi facilitátora, vagy valamilyen más titulusnak hívja ő ezt, vagy te hívod. Tudom, hogy ezt hivatalosan csinálod. Mesélj majd egy kicsit erről, hogy mit is tanítasz egészen pontosan sikercoaching, gondolom, Tony Robinson keresztül, illetve azt is tudom rólad, hogy rendszeresen heteket, hónapokat töltesz Indiába, hogy ott is milyen spirituális területeknek lettél a mély szakértője és ismerője. Kérlek, mondj el pár gondolatot magadról. Köszönöm szépen a felvezetést. Igen, mindig bajban vagyok, amikor megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, mert nem lehet ezt egy mondatban megfogalmazni. Ugye Indiában kezdtem magát a tréner tevékenységemet, tehát 2012 óta járok Indiába, és tanulok folyamatosan, ott 3 tréner képesítést szereztem, és nem állt meg a tanulás, aztán légzésterapeuta lettem, és végül meditációs tréner lettem, illetve a Tony Robbinsnak, ahogy mondtad, elvégeztem a hivatalos coach képzését, ez Robbins Madness tréninget jelent, és Tony Robbins volt a világ első számú coacha, tehát ő találta ki tulajdonképpen ezt a szakmát, és Chloe Madanes, akivel létrehozták ezt a coaching iskolát, ő pedig a stratégiai családterápiának az anyja, tehát ő egy nemzetközileg elismert pszichológus, és ők ketten dugták össze a fejüket, hogy hogyan képezzenek igazából coachokat, akik tudnak segíteni. Ez sokkal több, mint a coaching, tehát itt azért nagyon mély lélektan van, meg a különböző, ugye a 6 szükséglet pszichológiája, amit a Tony Robbins álmodott meg, vagy talált ki. Úgyhogy, és létrehoztam 2021-ben a Kapcsolatok Akadémiáját, ahol ugye az indiai metódus a saját tapasztalataim alapján létrehoztam egy programsorozatot, ennek az a neve, hogy Kapcsolatok Programsorozat, és ezt ültettem bele az akadémiába sok-sok tananyag mellé, hiszen nem véletlenül indultam el én sem ezen az úton, ahogy egyikünk sem, tehát, hogy minden segítő ugye elsőként saját magát faragja ki, és én 2010-ben indultam el ezen az úton, és amikor rájöttem arra, hogy az én életemet mi oldotta meg, akkor azt mondtam, hogy nem maradhatok csendben, és azóta is most már ugye 20, vagyis 14 éve vagyok az önismeret komolyabb útján, tehát hogy komolyabban foglalkozom ezzel, és 12 éve állok így az emberek szolgálatában. Nagyon érdekes, amit elmondtál, és tényleg minden út Rómába vezet, mert valahol te is a coaching dolgot, meg az intellektuális tevékenységet, a spiritualizmus, szóval a lélektannal, a pszichológiával érintve vegyítetted, hiszen az ember holisztikus lény. Én is így gondolom, én Bob Proctornak vagyok a magyarországi facilitátora, aki szintén egy sikercoach, ő már nem él, a tavaly évben eltávozott 84 éves korában, de akkora nagy élmény volt testközelből találkozni vele, én 6 alkalommal találkozhattam vele, 2-szer voltam a torontói lakásán is, és óriási élmény ilyen nagy embereknek az aurájában lenni, és nem csak online, hanem élőben ott részt venni a képzéseiken, hallgatni őket, úgyhogy én ezt mindenkinek javaslom, gondolom hasonló élményeket szereztél te is, én még Tony Robinson nem voltam, de azt mondják, hogy Londonban szokott lenni talán az, ahol ilyen tűzön is járnak, vagy parázson járnak, nem tudom, ilyenbe voltál? Vagy Igen, ilyenbe igen, igen, most nyáron egyébként. Azt mondják, hogy fantasztikus élmény, hogy ott egyszerre érzed ezt a... Nyilván van egy tömeghipnózis is, meg a tömegnek az ereje viszi ezen az úton, de azt tapasztaljuk meg, hogy mennyivel többek vagyunk, mint amit tudunk. Tehát a tudatos elménk az a, mi úgy tanultuk, hogy 5%, és hogy mekkora nagy merítés van, és mekkora nagy lehetőség az a 95% a tudatalattiban, de nagyon nem mindegy, hogy mit viszünk le viszont abba a tudatalattiba. És amit te is csinálsz, hogy az összes segítő munka, talán nem mindig hívhatjuk gyógyításnak, de mondjuk, hogyha serkentjük az embereket az öngyógyítás, önfejlődés irányába, akkor ehhez le kell menniük a tudatalattiba, mégpedig a tudatos elme segítségével. Így van, és azt el kell mondanom, hogy Tony Robbins is pontosan ugyanoda jár Indiába, ahova én. Úgyhogy én előbb mentem Indiába, és utána kötöttem ki a Tony Robbinsnál, mert valahogy éreztem azt mindig, hogy
hogy van valami a mélyben, ami engem korlátoz. És olyan érdekes, hogy teljesen, hogy én nem olvastam utána soha ilyen tudatalatti dolgoknak, hanem én a buddhistákhoz jártam be meditálni. És ott találkoztam először a meditációval, és mégis azt éreztem, hogy az életemben ugye nagyon korán lettem sikeres. Tehát én 27 évesen már Magyarország hazai biztosítójának az ügyfélszolgálatát vezettem, én építettem fel a nulláról, és azt éreztem, hogy mindenem megvan a külvilágban, tehát tudatosan, ugye azzal az 5%-kal mindent megteremtettem magamnak. A párkapcsolatot, a lakást, a pénzt, az autót, tehát hogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy amire az emberek vágynak, az így megvolt, de azt éreztem, hogy valami nem kerek, és nem értettem azt, hogy miért nem vagyok boldog. Nekem boldognak kéne lennem, miért vagyok kimerült, és egy olyan párkapcsolatban éltem, nagyon durva felismerésem volt benne, ugyanis a szüleimnek a párkapcsolatát éltem újra. Az első komoly párkapcsolatomban, és fogalmam nem volt még akkor, hogy van tudatalatti, vagy hogy ez hogy működik, csak azt éreztem, amikor ennek a kapcsolatnak vége lett, hogy nem mehetek bele egy új kapcsolatba, mert pontosan ugyanez fog megismétlődni. És azt mondtam, hogy utána akarok ennek járni, hogy miért van az, hogy két ember ennyire szereti egymást, és mégsem tudnak boldogok lenni. És akkor elmentem egy programra, egy ilyen indiai programra, és igazából ott nyílt ki előttem az egész, minden, hogy minden a gyerekkorra vezethető vissza. És én azt gondoltam, akkor már 2 éve nem beszéltem a családommal, hogy ha én becsukom az ajtót magam mögött, és eltakarom a szemem, és nem nézek hátra, akkor majd én boldog leszek, mert kizártam azokat a fájdalmas tényezőket, amik ott voltak, mert ugye bennem mélyen ott volt egy csomó tudatalatti feldolgozatlan érzelem, amit így nyomogattak. És akkor azt gondoltam, hogy becsukom az ajtót, akkor már nem nyomogatja senki. Csak hát egy ilyen érzelmi nihil, bocsánat, lett rajta murrá, amikor azt éreztem, hogy igazából semminek nincs értelme. És akkor elmentem egy ilyen programra, és ott jöttem rá, hogy úristen, hogy mennyi minden van, amiben 5 órán keresztül sírtam ezen a programon, tehát egy nagyon durva program volt, én sem tartok kegyesebb programokat, tehát hogy azért nálam is nagyon kemény átalakulások történnek, mert hogy azt mondja az indiai mesterem, és ez is egy út, és mindig azt szoktam mondani, hogy nem egy út létezik, mindenkinek meg kell találnia a saját útját. Az az út, amit mi követünk, az arról szól, hogy visszamegyünk abba a tudatállapotba, ahhoz az érzéshez, ahol az érzelmi töltet, vagy traumatikus élmény ugye nem dolgozódott fel, és megtapasztaljuk. De egy olyan biztonságos környezetben, egy olyan tudatállapotban, mint amikor gyerekek voltunk és azt szereztük, hogy fel tudjuk oldani, meg tudjuk tapasztalni, mert azt mondja az indiai mesterem, hogy minden érzés, amit 100%-ig megtapasztalunk, örömmé válik. És ugye én egy nagyon hitetlen ember vagyok, tehát egy nagyon realista, hitetlen ember, és én eljártam ezekre a programokra, de nem hittem el azt, amit mondtak, viszont oda tettem magam. És amikor azt láttam, hogy tényleg ilyen hagymahéjszerűen jönnek le rólam ezek az érzelmek, és igazából elkezdek másképp reagálni, elkezd a családom másképp reagálni, akkor azt mondtam, hogy itt valami működik, mert nagyon nagy könnyebbséget éreztem minden egyes program után, amikor kisírtam magam, kiengedtem az érzéseket, és láttam, és olyan érdekes, hogy ugye az elménk, hogy nagyon sokszor az elménk nem az igazságot mutatja nekünk, ugye, mert hogy ott van egy csomó sztori, amit elhittünk, ott van egy csomó érzelem, ugye, ami irányít minket tudattalanul, és ezeken a folyamatokon én láttam az igazságot, összetudtam kapcsolódni a szüleimmel, az anyukámmal, az apukámmal, a testvéreimmel, és meg tudtam tapasztalni az ő állapotukat, ergo láttam az igazságot kívülről, és onnantól kezdve a nézőpontom azonnal megváltozott, és akkor le tudtam dobni ezeket a régi sérelmeket. És azt látom, hogy ez a módszer hatékony tud lenni azoknak, akik képesek ezeket az érzéseket ugye megtapasztalni. Ez sem mindenkinek való, de azt látom, hogy ez egy nagyon gyors út az öngyógyítás felé, és ahogy mondtad, hogy mi nem gyógyítunk. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy megfogom a kezét, végigviszem a folyamaton, de ő csinálja végig. Tehát mi soha semmilyen tanácsot nem adunk, nem mondjuk el neki, hogy hol volt a probléma, hanem ez egy belső tapasztalat, és pont ez az, amitől ő ebben hinni tud, mert ő látja. Ő látja, ő érzi, és ő érzi utána a változást, úgyhogy úgy is szoktam hívni a Kapcsolatok Akadémiáját, hogy egy tudatos, öngyógyító közösség, mert kap tudatosságot, tehát tudatosságra is neveljük, ugye traumatudatosságra, hogy lássa azt, hogy ugye van ott valami, de nem hagyom benne, tehát hogy, mert azt is látom, hogy van, aki nagyon sok időt el tud tölteni azzal, hogy a traumáival foglalkozik, és ugye itt jön be a kód.
Benne ragad, igen, mert ez biztonságos, ezt szokta meg, nem akarja elengedni, és ezért szeretem a coachingot, és ezért váltottam 2023-ban a légzésterápiáról coachingra, mert szeretném őket kivezetni ebből a tudatosság segítségével, különböző eszközöknek a segítségével, hogy kezdjenek el járni, tehát, hogy nem mindig a múltba menjünk, és a múltba nyalogassuk a sebeinket, hanem oké, dolgozunk vele ott akkor, amikor azzal dolog van, de utána a hétköznapokon akkor hogy tudunk élni. Nagyon érdekes és izgalmas, amit mondasz. Tehát tulajdonképpen nem mondtad ki, hogy bántalmazó vagy milyen kapcsolatban éltél, de valószínűleg egy nem boldog kapcsolatban élhettél, ami mondtad, hogy a szüleid mintájára gyakorlatilag lemásoltad. És mégis annyira tudatos tudtál lenni, ami egyébként nagyon ritka. Tehát az én praxisomban is nagyon sokan fordulnak hozzám kapcsolati nehézségekkel, párkapcsolati nehézségekkel, szakítások után, narcisztikus, borderline, egyéb kapcsolatokat követően, kódependenciából például, és nagyon ritka, hogy valaki azt kimondja, hogy nekem most szükségem van arra, hogy megértsem, hogy miért voltam ebbe benne, hogy mire majd én újra kapcsolódni szeretnék valakihez, addigra már ne a tudatalatti elmén vezérelje, a sémakémián vezérelje, a gyermekkori programozásaim vezéreljék az én döntéseimet. Én egyébként így szoktam hívni, hogy így szoktam mondani játékosan, hogy a lelkünk választ. Ugye ilyenkor, ahogy te mondtad, nem a tudatos elménk, hanem a lelkünk választ, ami ezt a Disneylandet játsza velünk, amikor azt gondoljuk, hogy ez a jó választás. De ez nagyon ritka, hogy valaki eljut ide egy rossz kapcsolat után, hogy meg tudja hozni ezt a döntést, hogy én most gyógyulok. Általában ennek nagyon nagy ára van. Neked volt-e ennek valamilyen nagy ára? Tehát fájdalommal jöttél ki ebből a kapcsolatból. Hát igazából, és akkor egy kicsit beszélnék a gyerekkoromról, mert én mindig felvállalom azt, ami velem történt. A szüleim 10 éves koromig voltak házasok, és az apukám alkoholista volt. Tehát ő egy nagyon jó ember volt, addig, amíg nem ivott, és ráadásul azért nagyon szerette a nőket is. És ez ugye azt eredményezte, hogy azért volt ott hűtlenség, volt ott szóbeli bántalmazás, fizikai bántalmazás, tehát hogy az életem első 10 éve borzasztó traumatikus volt minden szempontból, de már a fogantatás után elkezdődtek ezek a traumák, és amikor elváltak a szüleim, akkor az apukám meg volt, hogy évekig nem nézett felém. Tehát egy olyan apasebbel nőttem fel, ahol nem volt egy mintám arra, hogy milyen egy jó kapcsolat, mert ugye én csak a veszekedést láttam, csak az erőszakot láttam, és amikor beleléptem ebbe a kapcsolatba, akkor nagyon hamar azt vettem észre, hogy ez az ember is ugyanolyan parancsolgató, az apukám katona volt, tehát hogy ha 7 órakor kellett hazaérni, akkor hogyha 18:59-kor értem haza, az volt a baj, ha 19:01-kor, akkor az volt a baj. Tehát ugye innen eredt egy ilyen mérhetetlen megfelelési kényszer, ráadásul ugye nem nézett felém, tehát alkoholista is volt, ugye erről beszélgettünk már korábban, hogy ugye a kódependencia hogy alakul ki, hogy mindig a kedvébe kell járni, meg kell őt menteni, tehát hogy bevonzottam egy olyan férfit az életembe, aki bár nagyon szeretett engem, de mindig a hibáimra hívta fel a figyelmet, mindig veszekedtünk, mindig uralkodni akart rajtam, és ugye egy darabig ez ment, és nem értettem, hogy mi a probléma, de tulajdonképpen az volt a probléma, hogy én nem voltam önmagam. Tehát nem voltam önmagam, és nem tudtam azt csinálni, amit szeretnék, mert olyan szinten... hogy mondjam, tehát, hogy ilyen kalitkába voltam zárva, de ez nem az ő hibája volt, ő ez az ember, ez ma már az egyik legjobb barátom. Tehát, hogy mi ezt nagyon szépen át tudtuk alakítani ezt a kapcsolatot, hanem ez belőle merett is. Ugye ez azt eredményezte, hogy én minden boldogtalanságomért őt okoltam. És ez egy ilyen véget nem érő vitába keveredett, aztán ugye jött a kibékülés, tehát egy ilyen se veled, se nélküled dinamika volt, ami egyértelműen mutatta nekem azt, hogy valami nem kerek. És évekig tartott az, hogy én meg tudjak bocsátani az édesapámnak, és először ugye a saját sérelmeimet, hogy ugye mi az, amit nekem okozott, ezt az elhagyatottságérzést, hogy soha nem voltam elég jó. Majd évekkel később Indiában meg kellett neki bocsátanom azt, hogy a családomnak mit okozott. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon hosszú utazás volt, de eljutottunk oda, az én apukám tavaly halt meg, és eltávozott, inkább így mondanám, a fizikai létből, és hogy ott tudtam mellette lenni, tehát hogy szívem összes szeretetével én támogatni tudtam őt az utolsó éveiben is, mert meg tudtam gyógyítani magam, és azzal, hogy meggyógyítottam magam, azzal egy olyan energetikát hívok magamhoz, hogy most már tudom azt, hogy én ki vagyok, tudom azt, hogy mit szeretnék,
és nem irányít ez engem. Tehát ahogy beszélgettünk veled korábban, hogy én tipikus kódependens tüneteket produkáltam, mert a világon mindenkit meg akartam menteni. De nem csak az apukámat, hanem utána belefutottam olyan kapcsolatokba is, ahol a másik embert is meg kellett menteni. Vagy a gyerekkorától, vagy különböző szerektől, tehát hogy vagy a barátaim voltak olyanok, tehát én folyamatosan megmentő szerepet játszottam, ugye ebből kifolyólag, és valahogy ez 2012-ben, vagy 2010-ben, amikor elindultam ezen az úton, és 12-ben kimentem Indiába, ez megállt. Megállt, és elkezdtem így felébredni, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én valójában. És ez egy ilyen gyönyörű gyógyulási út egyébként, mert ma már a családom a legjobb barátom. Tehát az édesanyám az első, akit felhívok, tehát hogy egy olyan egészséges családrendszert hoztam létre az elmúlt években, ami hihetetlen önbizalmat ad, és te említetted annó, hogy akkor beszélgettünk, hogy de Klári, neked borderline-osnak kéne lenned. és annyira jól esett egyébként, amikor mondtad, hogy valószínűleg én ezt megállítottam, akkor, amikor elkezdtem magamon dolgozni, és akkor feltetted a következő kérdést, hogy de ki volt melletted? Valakinek kellett lennie melletted, aki hitt benned, aki fogta a kezed, és én azt mondtam, hogy ez Isten volt. Mert egy olyan hitet kaptam Indiában, tehát ott tényleg az emberben felébred. Ez a legmélyebb hit, a legmélyebb erő, ugye a legfelsőbb tudatosság, hogy valahogy azt éreztem, hogy végig fogja a kezem, és hogy ennek köszönhető az, hogy nem estem bele egy olyan személyiségzavarba, egy olyan dinamikába, ami rombol. Igen, hát tudjuk azt is, hogy a borderline személyiségzavar az hasonlít a poszttraumás tünetekhez, hasonló tüneteket produkál. És amikor arról beszélünk, hogy valaki borderline-osként működik, nem feltétlenül borderline személyiségzavart értünk rajta, mi ugye kócsok erről nem is beszélhetünk ilyen szinten, de aki borderline működésekkel, védekezésekkel rendelkezik, tipikusan olyan tüneteket produkál, mint a borderline-nak a 9 diagnosztikai kritériuma, arról általában elmondható, főleg ha utána elmaradnak ezek a tünetek, hogy valószínűleg egy hosszabb, komplex, poszttraumás stressz időszakon ment keresztül. És amit mondtál, hogy milyen volt a családod, és hogy mindenkit meg akartál menteni, azt nem tudom, hogy tudod-e, az meg a séma tréningen, ugye te azt is végeztél, a bizalmatlanság abúzus, ez a második sémánk, az első sématartományban vagyunk, ahol a legsúlyosabb sémáink vannak, és a bizalmatlanság abúzus sémának az egyik túlkompenzálása, de egy ilyen szociokomfortos, úgy szoktam mondani, hogy társadalmilag megbecsült túlkompenzálása, hiszen nagyon sokan dolgoznak segítő szakmában, ahol az áldozatok megmentőjével válva, de sajnos ugyanúgy újraéljük a sémáinkat, és fenntartjuk a sémáinkat, tehát nem azok gyógyulását segítjük elő, amíg ezt egy egészséges mederbe nem tudjuk terelni. Nagyon érdekelne az engem, hogy Indiában, ahol szintén azt mondjuk, hogy nem egy gazdag, nem egy jóléti társadalomról beszélünk, mégis ott találtad meg a boldogság kulcsát, hogy miben különbözik ez a társadalom, mi az, amitől gyógyulást tudott adni neked. Ott a családi kapcsolatok sokkal jobban működnek, kevésbé traumatizáltak. Mesélj egy kicsit erről, hogy általában hogyan élnek ott az emberek, és akkor majd rátérünk arról, hogy milyen képzésben is részesültél, amit te is továbbadsz. Még egy gondolat a borderline-os emberekhez kapcsolódva, hogy nem, tehát hogy az a tünet, amit én produkáltam, egyébként azt az emberek nagy része produkálja, az, hogy nem tudjuk kezelni az érzelmeinket. Tehát egy olyan reaktív állapotban éltem, állandóan megsértődtem, állandóan ideges voltam, mindenféle stresszbetegségem volt, azért, mert nem tudtam az érzéseimet megfelelően kezelni, és ugye azzal, hogy feloldottam ezeket az érzelmi traumákat az életemben, és megtanultam azt, hogy mit kezdjek egy ilyen érzelemmel, amikor feljön, tudatosan, hogyan oldjam fel. Ezért mondhattad azt, hogy én ezt megállítottam, ezt a folyamatot, mert hogy elmúltak ezek a dükkitörések, de ezek már nagyon a legelején elmúltak, és az anyukám mondja azt, anyukám azt gondolja, hogy senki nem tud megváltozni. És amikor ezt mondja, akkor mindig mondom neki, hogy de anya, itt vagyok, és mondta, hogy hát igen, kislányom, tényleg megváltoztál. És hogy látják azt, hogy azzal, hogy, és tök, ők nem spirituálisak, de látják azt, hogy a kapcsolatunk javulását az okozta, hogy én megváltoztam, és az én reakcióim, és a bátyámmal szoktam, én nagyon sokat beszélgetek a családommal egyébként, tehát nekem tényleg ők a legjobb barátaim, és akkor a bátyámmal is beszélgetem, és mondtam, hogy látod, hogy évekkel ezelőtt ezt nem is gondoltuk volna, hogy ez ilyen lesz ez a kapcsolat, és mondta, hogy de Hugi, te változtál meg.
Ez tényleg így van. Visszaadom mindjárt a szót, csak hadd reflektáljak erre, hogy én is, ahogy én meggyógyultam, vagy a gyógyulás útjára léptem, még gondolom ez a folyamat az életünk végéig eltart, mindig van mit gyógyítani, nekem is az édesanyámmal teljesen megváltozott is. Olyan lett a kapcsolatom, amilyen korábban soha nem volt. Tehát ezt csak aláírom. Igen, mert megváltozik, tehát hogy amikor én elkezdem tudni kezelni az érzéseimet, akkor megváltozik az, ahogy én egy bizonyos szituációra reagálok. És akkor azt Pont. mondják, hogy a másik embert hogy tudom meggyógyítani, és el fogom mesélni, hogy én hogy gyógyítottam meg, mert ugye nekem a családom is traumatizálva volt ebben a környezetben, de nem hiszitek el, hogy ők a legboldogabb emberek, akiket ismerek. Tehát, hogy probléma nélkül élik az életüket azáltal, hogy ugye létrehoztam egy olyan biztonságot, egy olyan szeretetet ebben a családban. És akkor visszatérve a kérdésedre, hogy mit kaptam Indiába. Én amikor először kimentem Indiába, az életem kártyavárként omlott össze. Tehát, hogy amikor én rájöttem arra, hogy a kapcsolataim okozzák az összes szenvedést az életben, mert ugye a kapcsolataink azok bennünk élnek, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy rajtad kívül vannak ezek a kapcsolatok, és folyamatosan az ember mit csinál? Kívül próbálja megoldani ezt a problémát, ugye? Tehát is mindig azt szoktam mondani, hogy amikor kívül próbálunk megoldani egy problémát, az olyan, mint hogyha egy rákos betegre raktapaszt tennénk. Nem fog segíteni. És amikor rájöttem arra, hogy a legfontosabb kapcsolataimban lévő érzelmek, illetve a feldolgozatlan érzelmek bugyognak fel a tudatalattiból, és az okozzák a problémámat a párkapcsolatomban, a munkahelyemen, az önmagammal való kapcsolatomban, akkor egy ilyen óriási felszabadulás volt bennem, hogy ezért én tehetek. Tehát, hogy én tehetek arról, hogy szenvedek, és én tudom ebből kihozni. Tehát ez volt az első, amikor megkaptam a beavatásomat, hogy áldásadó legyek, mert dolgozunk egy áldással, egy energetikai átadással, amivel a Tony Robbins is dolgozik egyébként, nem véletlenül. És amikor megkaptam a beavatást, akkor lett így minden tiszta a fejemben, hogy minden dolog, ami az életemben történt, addig jó és rossz, az azért történt, hogy én itt legyek, és meggyógyuljak, kitapossam az utat, és megmutassam az embereknek, hogy van megoldás. Tehát én először magamat próbáltam összerakni, tehát hogy fogalmam nem volt, hogy hogy fogok én ezzel foglalkozni, én csak boldog akartam lenni. És amikor elmentem Indiába 2012-ben, akkor jöttem rá arra, hogy nem a saját életemet éltem. Tehát én felépítettem egy életet, felépítettem egy sikeres ügyfélszolgálati vezető nőnek az életét, de semmi közöm nincs hozzá. És emlékszem, hogy napokig sírtam, és így néztek rám a trénertársaim, akikkel kint voltam, és mondták, hogy nem ugyanaz a Klári fog hazajönni. És ott bennem végleg megváltozott valami, mert amikor rájövök arra, hogy ez nem az én életem, ez csak egy fájdalom, ez csak egy program volt, ami akkor ott állok, hogy most mit kezdjek ezzel. És folyamatosan jártam vissza, és Indiában a mi mesterünket istenként tisztelik. És nagyon sok követője van Indiában, és a tudatossággal foglalkozik, tehát a tudatosságot emeli, de úgy emeli a tudatosságot, hogy elkezdi kigyomlálni ezeket a tudatalatti problémákat, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen az élet természete az a szeretet, az együttérzés, a boldogság, csak hogy be van szennyezve a tudatosságunk. Ugye ebben a tudatalatti tele van tulajdonképpen ilyen fájdalmakkal, gennyes sebekkel, és emiatt az ember nem tudja élni a saját potenciáját. És azt mondja, hogy ahhoz, hogy az egész emberiség tudjon egy magas tudatosságon, hogy ne bántsuk egymást, mert ugye amikor egy alacsony tudatosságon élünk, akkor csak magamra gondolok. Ugye az összes gondolatom csak az, hogy velem mi lesz, és hogyha megnézzük, a legtöbb kapcsolat ezért megy tönkre, mert az emberek nem a másikra fókuszálnak, hogy én hogyan tehetném boldogan a másikat, hanem azzal, hogy de hát én. És ugye amíg tele vagyunk sebekkel, addig folyamatosan azt fogjuk látni, hogy én mit nem kaptam meg a gyerekkoromban. Hogy engem az anyám nem szeretett úgy, hogy engem az apám, nem tudom. Viszont amikor elkezdünk meggyógyulni, akkor elkezdjük látni azt, ugye kilépünk ebből az én központúságból, és elkezdjük látni azt, hogy de hát a szerencsétlennek senki nem tanította meg, hogy hogyan szeressen. Ergo, hogyha én meggyógyultam, és nekem ez volt egy ilyen óriási megvilágosodás, hogy de hát az én dolgom szeretni őket. Tehát, hogyha ő nem tudott engem úgy szeretni, ahogy én azt akartam, akkor azért nem tudott úgy szeretni, mert nem tudott úgy szeretni. De és hogyha én felfedeztem magamban ezt a szeretetet, a megbocsátást, akkor az a dolgom mostantól kezdve, hogy én boldoggá tegyem őt. És ez az, ami megváltoztatta a kapcsolataimat, mert felváltotta
az elvárást, azt, hogy én bántottam őt azért, mert nem szeretett úgy, ahogy vagyok, mert soha nem éreztem azt, hogy igazán szeret. Mindig azt éreztem, hogy a tesómat szereti jobban, mert ADHD-s voltam, hiperaktív voltam, szuperérzékeny voltam, ráadásul ugye tele dührohamokkal, persze, hát kezelhetetlen voltam, szegény meg ott állt, hogy most hogyan szeressen engem. És Isten elmondta, hogy én teljesen más voltam, mint a testvérem. A testvérem az nagy, nagyon jó ember volt, ő más körülmények között született, neki más volt az első pár éve, teljesen másképp reagált dolgokra. És amikor én elkezdtem elfogadni ezeket a traumákat, feloldani ezeket a traumákat, és elkezdtem látni azt, hogy ő nem direkt csinálta ezeket, meggyógyítottam magam, és elfogadtam azt is, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy én ugyanolyan vagyok, mint az anyám. Tehát, hogy csak 30 évvel fiatalabb. És amikor elkezdtem elfogadni saját magamat is, őt is, akkor már soha többet nem elvártam a szeretetet, hanem elkezdtem adni. És ez volt az a pont, amikor az anyukám elkezdte azt a szeretetet adni nekem, amire egész életemben vágytam. Mert belőlem indult ki. Ez tényleg nagyon, nagyon érdekes, amit mondott, és közben állandóan, amit pörög az agyam, bocs, nem akarok soha közbevágni, meg szóljon ez a műsor rólad, de hogy pont ugyan arról beszélsz, amit én a TKAK-n meg a Séma Training tanfolyamon ugyan erről beszélünk, csak én ott egy rozsdás fészernek hívom, egy fészernek, ami tele van rozsdás kacatokkal, vacakokkal, a tudatalatti, ugye ezek a traumák, vagy azt szoktam mondani, hogy belénk állt ezer nyilvessző, ami többsebből vérzünk, és hogy valóban a kulcs a tudatosság, és ezek szerint, amikor te már ide eljutottál, már volt benned tudatosság. Valamennyi már volt, mert már nem a gyermeki állapotodban voltál, nem abban, amiben a legtöbb ember, aki hozzám fordul, vagy épp a csatornámat nézi, az ugye attól szenved, hogy egyrészt még nem jutott el a tudatosságnak arra a szintjére, hogy én kódependens vagyok, én is felelős vagyok a történtekért. Azzal is, ami a párkapcsolatomban történik, azért is, ami a gyerekeimmel történik, és azért is, ami a szüleimmel történik. Te már ide eljutottál, és ez adta meg azt a megnyugvást, vagy felszabadulás érzést, amiről beszéltél, hogy hát akkor most tehetek érte valamit, és milyen jó, hogy nem a legsúlyosabb verzióba szenvedek, ugye? Mert hogy még tudok gondolkodni, nem vagyok terápia rezisztens, be tudom látni, hogy miről van szó. És én is hasonló úton mentem keresztül. Nekem is nagyon-nagyon szörnyű gyerekkorom volt, csak én eljutottam a borderline személyiségzavar szintig. Tehát az én életemben volt szexuális abúzus is, az apám részéről 7-8 éves korom között volt egy megerőszakolás. Tehát volt az nagyon sokat nyom alatba, ahhoz, hogy ezen a spektrumon, ahol a kódependencia, borderline, narcizmus, pszichopata, antiszociális, ezek vannak, hogy egy kicsit elmozduljunk, és ne csak megküzdések legyenek, hanem komoly borderline tünetek is. És nekem is az tartott sokáig, hogy a szüleimnek megbocsássak. És nem azért, mert én azt tanítom, hogy ha akarsz megbocsájtasz, ha akarsz nem. Ez a te döntésed. Én ezt tanítom, ezt képviselem, hanem mikor elkezdtem magát a gyógyító munkát, én ezt hitelesítésnek hívom ki, akkor hasonló mód, valamit csináltok, majd elmondod, hogy pontosan mi történik, mert nagyon érdekel egyébként, minél többet tudunk erről, szerintem annál jobban járnak az ügyfeleink is, meg egy nagyon izgalmas terület, hogy hányféleképpen lehet megközelíteni ezeket a gyerekkori programokat vagy traumákat. És igen, hogy amikor ez ebbe a betriggerelt állapotba kerülünk, ahogy szoktuk mondani, hogy jön egy hasonló szituáció, amire a lelkünk emlékszik, ugye? De mi nem feltétlenül. Jön egy ugyanolyan ember, aki emlékeztet az apukánkra valamilyen szempontból, vagy elég egy fehér köpeny, aki visszavisz a gyerekkorunkba, amikor kaptunk egy fájdalmas injekciót. Ezeket hívjuk triggereknek, mi bekapcsol bennünk dolgokat. És amikor visszakerülünk, úgy szoktam, hogy levisz a lift, és ott vagyunk a gyermek állapotban, akkor nem látunk ilyen tisztán. De te már az egészséges felnőtt énedről beszélsz, aki ott Indiában már szembe tudott ezzel nézni. Igen, ez azért van, mert az anyukám azért bántott engem, mert nem tudott máshogy viszonyulni, vagy az apukám, mert ez volt az ő tarsolyában, mert nem volt információja. Ez már egy sokkal magasabb szint, mire ide eljutottál. Igen, mit és... csináltak veled? Micsoda? Mit csináltak ott veled? Mit csináltak velem? Ugye, én mindig azt szoktam mondani, én szoktam beszélni sokat a megbocsátásról, és ez tényleg mindenkinek a saját döntése, hogy megbocsát-e vagy sem, csak azt látom, hogy ugye én megtapasztaltam, hogy milyen ez az élet, amikor nem bocsátok meg,
és milyen az az élet, amikor megbocsátok. És a kettő között óriási különbség van. Tehát, hogy amíg nem bocsátok meg, addig az élet tényleg egy szenvedés, mert ugye az a sérelem, az a fájdalom, a tudatalatti úgy van összerakva, hogy ki akarja tisztítani saját magát. Ergo, oda fogja tenni tükörként nekünk azokat az érzéseket, amik nem dolgozódtak fel, és ugye nekem ez az első párkapcsolat volt ilyen, hogy ott minden feljött, tehát hogy egyszerűen tényleg azt éreztem, hogy egy börtönben vagyok, és nem vagyok élete a saját, nem vagyok ura a saját életemnek és a saját érzéseimnek, tehát hogy egyszerűen csak megtörténnek ezek a dolgok, és nem akarom, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. És amikor megbocsátunk, akkor nem elég az, hogy én megértem intellektuálisan a szüleimet. És azért jó, hogy én először tapasztalatban mentem végig ezen az úton, mert hogy ott nem történt elméleti oktatás, csak egész mondták csukba a szemed, elkezdődött a meditáció, kiüvöltöttem magam, kisírtam, a végén kisimult az egész, kijöttem, és úgy éreztem magam, mint akit bedobtak a mosógépbe, és utána kicentiztek, kimostak, és tisztában jöttem ki. És utána egy évre rámentem el egy képzésre, ezt a képzést én is tartom, ezt én boldog embert képző kurzusnak hívom, és tulajdonképpen itt kaptuk meg az elméleti oktatást. És azért is hívom a boldog embert képző kurzusnak, mert a boldogság kulcsát kapja meg, ergo te visszakapod az erődet, azzal, hogy megérted azt, hogy hogy működik az élet, hogy működnek az érzéseid, hogy működnek a kapcsolataid, és hogy működnek a döntéseid. Mert ugye, amikor rájövünk arra, hogy a szenvedésünk nagy részét mi generáljuk magunknak ezekkel a fel nem dolgozott tartalmakkal, akkor rájövünk arra, hogy ebből én tudok kijönni, és ez nekem akkora erőt adott egyébként, hogy végre megértettem azt, hogy mi történik velem. Viszont amikor megbocsátunk, nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy azt mondják, hogy oké, megbocsátok. Aztán ott van benne az a fájdalom, de felmenti a szüleit, hogy az én szüleim ezt nem tudták megtenni. Ergo ugyanúgy ismétlődik minden az életében, mert egy intellektuális módon tudatosan akar megbocsátani. És az a folyamat, amit velem is csináltak kint, és ezek nagyon mély folyamatok, és azért én már 17-szer voltam Indiában, most megyek vissza 18-szor. Itt azért tényleg olyan embert próbáló, mély lelki folyamatokon megyünk keresztül, van, hogy órákon keresztül lélegzünk, és jön fel belőlünk a sok minden, és üvöltjük ki magunkból, tehát hogy itt nagyon mély munka van a mögött, hogy én ilyen állapotban vagyok, és ugyanezt csinálom egyébként én is a programjaimon, hogy lemegyünk a mélyére, és megtapasztaljuk azt az érzést. Az első mindig az, hogy azt az érzést tapasztaljuk meg, mert ezek befejezetlen érzelmek, ugye? Mert amikor történik valami negatív esemény, az ember lezár, ugye? Vagy konzerválja valamilyen módon a tudatalattiba, vagy elnyomja, vagy tudatmódosítószerekhez nyúl, vagy valamilyen módon kompenzálja, és igazából minket keresztül vittek az összes befejezetlen tapasztalaton az életben. És ez egy nagyon fájdalmas tapasztalat, tehát hogy amikor ott van egy fájdalom, és nekem meg kellett tapasztalnom azt, oda kellett állnom képzeletben az anyukám elé, és azt kellett mondani, anya, miért nem szerettél? Annyira akartam, hogy szeressél, és ő kijövölteni magamból azt, hogy de nekem itt van ez a fájdalom. És utána a következő lépés az, hogy amikor én már a saját fájdalmamat feloldottam, hogy tudok hozzá kapcsolódni, és meg tudom tapasztalni az ő fájdalmát is. Azt, hogy ő miért tette ezt velem. És ez a szép ebben egyébként, hogy itt nem csak magamat gyógyítom, hanem itt elkezdek tudni kapcsolódni ő hozzá, és nem intellektuálisan értem meg, és ez egy teljesen már, ez egy megváltozott tudatállapot, amibe kerülünk ilyenkor, egy nagyon különleges légzés gyakorlatnak a segítségével, és olyan az egész, mintha ott lennél jelen, mintha egy filmet néznél, mintha ott tapasztalnád meg az egészet, és ugye mivel minden energia, és igazából nincsen sem múlt, se jelen, se jövő, ezért olyan átalakulások történnek a tudatosságban, az energiánkban, a DNS-ünkben, amire ugye a másik ember is rezonál. És teljesen mindegy, hogy a szüleink élnek vagy sem, mi alakulunk át legbelül, és ez alakítja át a körülöttünk lévő világot. Ez nagyon érdekel, főleg ez a légzés technika, már nem a technikai része, hanem hogy én úgy gondolom, hogy itt az idegrendszeren keresztül, a testi dolgokon keresztül érintkeztek saját magatokkal, vagy magával a fájdalommal. Tehát ugye én is azt szoktam mondani, hogy nagyon sokszor a testünk ad egy fizikai tünetet, egy torokszorítást, egy gyomorszorítást, egy elpirulást, valamilyen vegetatív idegrendszeri tünetet, ami nagyon sokszor elvezet a traumához, mert, és ezt is akarom kérdezni tőled, az én képzéseimben, a TKAK-n, sématréningen nagyon gyakran elhangzik, vagy úgy jönnek az ügyfelek, akár coachingon is elhangzik, nem emlékszik a gyerekkorára, nem emlékszik a traumákra. De pedig itt már a megoldásokról beszéltél, hogy kell itt valami előélet, vagy
tudod már azt, amikor ide elmész, hogy rossz gyerekkorod volt, mert én még mindig azt mondom, hogy azok a szerencsésebbek, vagy azoknak egy picivel könnyebb dolgunk van, aki tudunk arra mutogatni, hogy az apukánk alkoholista volt, az én apukám megerőszakolt, és börtönbe volt, hogy ilyen volt az anyukám, stb. Stb. De aki nem tud, mert azt hiszi, hogy neki jó gyerekkora volt, mert mondjuk rejtett abúzusokban, vagy negatív élményekben volt része. Nem is tudja, nem is emlékszik, vagy ahogy mondtad, csak elrakta a polcra, elfojtotta a dolgokat ahhoz, hogy tudnak hozzányúlni. Egyébként jó, hogy erről beszélünk, mert meg mondtad is, hogy ugye minden ott van a testben. Tehát minden el van raktározódva a testben. És van olyan, és ugye mivel mi a tudatalattival dolgozunk, a kapcsolatok program sorozaton, tehát hogy ezeken a transformációs folyamatokon, amik vannak egy hónapban egyszer, mi ezt vesszük górcső alá. Ezért van, amikor nem is jön fel tudatos szintre az egész sztori. Tehát nem is kell. Tehát ez a maga a légzés, az úgy van összeállítva, hogy ha már csak a légzést csinálod, az is kiengedi ezeket a blokkolt energiát, a blokkolt érzéseket. Viszont nagyon sokszor ugye az ember kap egy sztorit. Például én úgy tapasztalok, hogy nekem mindig lejön az egész sztori. És hirtelen elkezdek lélegezni, és akkor úristen, igen, ott úgy döntöttem, igen, az azért volt, és akkor jön az érzés, kísírom, és akkor végén már sem tudom, hogy nagyon mi történt, csak azt érzem, hogy megszabadultam. És van olyan, hogy nincsen sztori. Van olyan, hogy nincsen felismerés, csak az ember érzi azt, hogy fizikailag, hogy kirázza magából, hogy kijönnek ezek az érzések, mert minden ember másképp tapasztal. És mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, ha nincs sztori, nem baj, ha nem látod, bőven elég az, hogy lélegzel, csinálod, mert maga a légzés már kimossa. És ez mindenkinek ugye a saját egyéni tapasztalata, és mindig azt mondom, hogy próbáljátok, nézzétek meg, hogy érzitek magatokat utána. Mert van, aki nem is sír. Tehát nekem is voltak, nekem volt egy egész 21 napos folyamatom kint, ahol mindig, minden nap ugyanaz jött, és azt éreztem, hogy semmi nem történik. Nem sírtam, csak megértést kaptam a gyerekkoromról, hogy hogyan bántak velem az iskolába, hogy mi okozta nekem azt, hogy nem volt önbizalmam, meg ilyenek. És hazajöttem, és így néztem a családomra, hogy kik ezek. Mert hogy annyira megváltoztak, ahogy hozzám álltak, hogy éreztem, hogy kint valami történt velem. De nem tudtam megfogni egy olyan pillanatot, hogy most mi volt ez. És ugye ez az, ami probléma, hogy az ember intellektuálisan próbálja megérteni az öngyógyításnak a folyamatát, holott ez automatikusan történik. Tehát nem kell mindig érteni azt, hogy mind megyünk keresztül, és Indiában mondják azt, hogy a folyamatot, mert ezt mi folyamatnak hívjuk, ezt nem megérteni kell, hanem átmenni rajta. És amikor átmegyünk rajta, akkor érezzük azt, hogy az életünk egyre könnyebb, és egyre könnyebben tudunk visszatalálni mondjuk a harmóniába, tehát kijönni ebből a szenvedésből. Mert ameddig ezek a fájdalmas érzések irányítják az életünket, egyfolytában csak reagálni fogunk a környezetünkre, és nem válaszolni. És amikor elkezdjük ezeket kigyomlálni, akkor észrevesszük azt, hogy sokkal nyugodtabbak vagyunk, a konfliktusokat sokkal jobban tudjuk megoldani. Nekem is vannak konfliktusaim a családommal, de a lehető leghamarabb oldjuk meg, mert van kapcsolódás. És ugye ez az, ami fontos, hogy amikor mi dolgozunk, itt folyamatosan van egy tudatossági szint emelkedés. Tehát folyamatosan elkezdünk kilépni ebből az én központú gondolkodásból, és elkezdünk megnyílni a másik felé. És nincs annál szebb, mint amikor kapcsolódsz a másikhoz, mint amikor kapcsolódsz a másiknak a fájdalmához. Igaz? Tehát, hogy mindig próbáljuk egy párkapcsolatban kitalálni, hogy a másiknak mi lehet a baja. Ugye, intellektuálisan, de amikor leülsz és kapcsolódsz hozzá, és nem saját magadra gondolsz, hanem ki tudsz lépni ebből az inközpontúságból, és azt tudod mondani, hogy figyelj, drágám, mire van szükséged? Egy vacsorára, egy forró fürdőre, vagy arra, hogy hagyjalak békén? És lehet, hogy üvölt a másik, de tudom azt, hogy nem velem van baja, mert tudok hozzá kapcsolódni. És ezért kell az, hogy a tudatossági szintünk emelkedjen, és ezért dolgozunk ezzel az energiával. Én már 12 éve, sőt 13 éve foglalkozom vele, és nem véletlen, hogy Tony Robbins is ezt az energiát adja, mert hihetetlenül hozzájárul ahhoz, hogy tulajdonképpen egy fizikai változás történik az agyban, és a homloklebenyt aktivizálja. És az amigdalát, az érzelmi központot elkezdi lecsökkenteni úgy, hogy ezek a felesleges reakciók elmúljanak, és ne érezzük azt, hogy életveszélyben vagyunk, és mindig a kapcsolódás, és tényleg a kapcsolódás a legszebb az egészben, és ezt tudjuk megtapasztalni, mert amikor ezeken a transformációs folyamatokon megyünk keresztül, és megtapasztaltam, összekapcsolódtam a saját fájdalmammal, megtapasztaltam a saját fájdalmam, utána tudok kapcsolódni a másik emberhez,
és megérteni az egészet, hogy mi történt ott. És ez egy nagyon erőteljes nézőpontváltozás, ami egy tudatossági szintemelkedés, és megváltozik. Tényleg a tudatosságod hatással lesz a döntéseidre, a reakcióidra, és az egész életed meg tud így változni. Hogy mennyire ugyan ez a mondani valója az én tanfolyamomnak, és pont ezen gondolkodtam, hogy mikor az amigdaláról beszélünk mi is ugyanúgy, hogy ne legyél ilyen reaktív, a reaktív elmét kapcsoljuk ki, egyre tudatosabban felelj a kihívásokra, de ehhez valóban ezeket a gyerekkori programokat, sémákat, mintákat, mindegy paradigmákat, tök mindegy, hogy hívjuk, ezeket át kell írni, hogyha ezek nem voltak jók az életünkben. És azon gondolkodtam, hogy milyen sok embernek tudnál segíteni, akár az én ügyfeleim közül is, akik azt mondják, hogy ők sem a TKAK-án, sem a séma tréningen nem találták meg az utat. Én is tanítok technikát, önhipnózis például, amivel hozzá lehet jutni a bennünk meglévő elfojtott traumákhoz, negatív élményekhez, de hogy akinek ez nem működik, hiszen ezek eszközök, amiket tanítunk, ahogy te is mondtad, és mindenki azt tudja használni az ő palettájáról, ami neki beválik. Van, akinek ez nem vált be, hogy aki nem emlékszik továbbra sem a gyermekkori traumáira, viszont véletlenül tudjuk, hogy nem lesz valakiből kódependens, vagy véletlenül nem lesz borderline, tehát az hozzá tud fordulni, mert te közvetlenül az idegrendszeri változásokat tudod beindítani, ha jól értettem. Tulajdonképpen ugye megtörjük azt a régi idegrendszeri kapcsolatot azzal, hogy megtapasztaljuk ezt az érzést, és újat fogunk létrehozni, és ezért tud az élet megváltozni. És hogy beszéljek arról, hogy én imádom a tanfolyamaidat egyébként, és ugye a kódependens tanfolyamodon is részt vettem, illetve a most az ADHD kurzusodat végzem, ugye tipikus ADHD tünetekkel, és az, ugye az sem véletlen, hogy ez kialakul az életünkben, tehát az is a gyerekkor azért elég előteljesen befolyásolja, tehát hogy már így tökre tudatosan látom én is, hogy mit miért csinálok, és ezt teljesen elfogadtam, de hogy a tanfolyamaid, azért oda kell a tudatosság. Tehát ott azért jó az, mert hogy minden, szükség van arra, hogy megértsem azt, hogy mi történik velem. Tehát, hogy egy intellektuális szinten is döntést tudjak arról hozni, hogy kilépjek ebből. És ezért van az, hogy az akadémiát létrehoztam, mert ugye régen csak a transformációs folyamatok voltak, és azt láttam, hogy az emberek így nem nagyon tudtak mit kezdeni, nem tudták, hogy hogyan lépjenek tovább, és elkezdtem őket én is oktatni. És ugye ennek is te is a része vagy, mert a szakértőnk vagy, mert sokan kértek a narcizmusról anyagokat, meg a kódependenciáról, hogy megértsék azt, hogy mi történik velük, és ezeket nagyon jól, ez nagyon jól kiegészíthető ezekkel a transformációs folyamatokkal, ahol effektív az a mély munka zajlik, hogy ezeket átalakítsuk, mert nem elég az intellektuális megértés, hanem ez az a tapasztalás, ezt úgy mondják Indiában, hogy elégetjük azt a fájdalmat. Tehát, hogy azt mondja a tanárom, hogy nagyon sok út vezet, úgy mondja, a megvilágosodáshoz, most hívhatjuk akárminek, egy boldog életnek, egy szenvedésmentes életnek, de azt mondta, hogy a legrövidebb út az a szenvedésen keresztül megy, amikor megtapasztaljuk a szenvedést. És ez az... Szembe kell nézni gyakorlatilag. Így van, és amikor szembenézünk... Csak a hasonlat, hogy mennyire... Te mondod, elégetjük, én azt mondom, ki kell húzni, mint egy gennyes vakbélgyulladás, amit felvágsz, a gennyinek ki kell folynia, vagy ki kell húzni azokat a dárdákat, vagy gyulladásokat. Tehát annyira ugyanazt mondjuk, csak más módszerre, hogy minden mondatot visszacsengjük. Igen, és ezt igen. Ja, visszadom a szót, bocsánat. Már nem tudom, hogy hol tartottam, hogy miről beszéltem. Mindegy... Ti azt elégetitek, tehát azt mondja a mesteret, hogy elégetitek azt, amit megtapasztaltatok, és hogy meg kell tapasztalni azt a fájdalmat, akkor tudsz majd meggyógyulni, hogy átmész ezen a megtapasztaláson. Igen, ezen a folyamaton. Tehát, hogy ja igen, és hogy amikor átmész egy ilyen folyamaton, akkor rájössz arra, hogy hogyan kezeld az érzelmeidet. Tehát rájössz arra, hogy amikor tehát ez a traumatudatosság, most beszéltem nem olyan rég egy holisztikus pszichológussal az akadémián belül, pont a traumatudatosságról, és arról beszélgettünk, hogy ez az, amikor én tudatos vagyok arra, hogy mondjuk ez a traumám, tehát hogy ez a reakció, ez most mi, és hogy le tudok ülni, és meg tudom tapasztalni, vagy veszek egy gyakorlatot a meditációs albumról, és le tudom magam nyugtatni, hogy tudjak funkcionálni. Tehát, hogy el tudom kezelni az érzéseimet. Tehát ez olyan, hogy nekem is az elmúlt években rengeteg tragédia ért. Tehát, hogy elvesztettem az édesapámat, a legjobb barátnőmet, tehát, hogy nagyon sok érzelmi trauma ért, és ennek következtében ugye más ember ez alatt összeomlik. De mivel nekem ott volt ez a sok-sok év belső munka,
Pontosan tudtam, hogy mit kezdjek a gyászzal. Pontosan tudtam, hogy mit kezdjek a dühömmel. Pontosan tudtam, hogy mit kezdjek a fájdalmammal. Ergo nem nyomta rá a bélyegét sem a párkapcsolatomra, sem a családi kapcsolataimra, sem a munkámra. És ez az, amit megtanulunk, hogyha én egyszer már átmentem ezen a tapasztalaton, akkor rájövök arra, hogy ja, hogy hát ezek csak érzések. Mert tulajdonképpen minden, tehát nincs olyan, hogy jó vagy rossz. Ezek csak érzések, amik át akarnak rajtunk keresztül menni, de mivel senki nem tanította meg nekünk, hogy hogyan kezeljük a negatív érzéseket, ezért elnyomjuk, ugye? És akkor szépen konzerváljuk. Aztán újra visszajön, és azt hiszük, hogy valami baj van velünk. De amikor rájössz arra, és ez a... Most voltam kint Indiában, ahol a megvilágosodásért mentünk, és hogy ott is tanították nekünk, hogy minden rendben van, hogy igazából az a boldogság, amikor flowban vagy, amikor jön a rossz érzés, átmegy rajtad, jön a jó érzés, átmegy rajtad, és hogy tényleg megengeded magadnak, hogy éljél, és ezt meg tudod tanulni, de meg kell tapasztalnod ezeket a negatív érzéseket, és másképp hozzájuk kapcsolódni, és amikor megtapasztalod, hogy csak átmegy rajtad, és Pont akkor ilyen utána szabad vagy. az egyik legerősebb ilyen érzésünk. A dühöt is hajlamosak pedig negatívként minősíteni, holott amikor a dühöt elfojtjuk, akkor leszünk depressziósak. Tehát a depresszió semmi más, mint az önmagunk felé fordított düh. És valóban ezeken át kell menni, és amikor a trauma tudatosságot említed. Én azt hívom, nem tudom, hogy mennyire fog látszani fordítva, hogy amikor még a zöld mezőben vagyunk, akkor totál tudatosak vagyunk, aztán történik velünk egy esemény, egy akció, vagy betriggerelődünk valami negatív, és elindulunk ebbe a sárga mezőbe. És amiről te beszélsz, az az, hogy itt még vissza tudod magad hozni. Gyászolsz, tudod azt, hogy benned mi zajlik, milyen érzések vernek végbe, esetleg milyen sémát kapcsolt be, bizalmatlanság, abúzus, elhagyás, és most ezért vagyok ilyen magányos nagyon, és nem megyek bele a pirosba. Mert amikor belemegyek a pirosba, itt van, akkor csinálom az őrültséget. Akkor rombolok magam körül mindent. Így van, és ez a lényege ennek a tudatosságnak, viszont tudatosan kell emennünk a tudatalattiba gyakorlatilag, a kettőt együtt kell használni. Igen, és hogy most tartottam egy webinárt hétfőn, és nagyon sokan írták, hogy a tudatalattiról valami könyvet javasoltak, és elmondtam azt, hogy attól, hogy elolvasol egy könyvet, azzal nem fogsz hatni a tudatalattira, mert azzal csak a tudatos elmével érted meg azt, hogy mi történik. És én azt látom, hogy rengeteg könyv van a piacon nagyon jó szakemberektől, de ezt a transformációt nem tudjuk megúszni. Tehát kiolvashatunk 500 könyvet is, akkor sem fogjuk ezt megkapni. És én nagyon sok emberrel találkozom, és mindenki mondja azt, hogy Klári, te olyan sugárzol, te olyan boldognak tűnsz, és azért te is tudod, veled is szoktam beszélgetni, hogy az az én életemben is vannak nehézségek. Csak ugye, amikor traumatudatos vagyok, akkor tudom azt, hogy én ahhoz a problémához hogyan álljak hozzá. Tudom azt, hogy milyen szakembereket keressek meg, hiszen én is folyamatosan dolgozom magamon, és amikor valami nagy trauma ér, én is fogom a bőröndömet, és megyek Indiába az operációra, hogy megoperáljanak, kivegyék a gyulladt vakbelet, összevarjanak, és visszajöjjek egy új emberként. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy az ember készen van, és akkor soha többet nem lesznek problémái, hanem az, hogy tényleg ott van egyfajta tudatosság már, és ezt is tanítom az embereknek, hogy lássuk azt, hogy mi tört. Az első lépés, amit Indiában tanítanak, az, hogy látni annyi, mint szabadnak lenni. És ez a tudatosság felé az első lépés. És mit csinálnak az emberek? Nem néznek befelé. Azt nézem, hogy a párom miért ilyen, miért olyan, hogy a főnököm, a kormány miért ilyen. És nem nézem meg azt, hogy bennem mi van. És amikor leülök egy pillanatra, és megfigyelem azt, hogy oké, én most dühös vagyok. És nem azt keresem, hogy miért vagyok dühös, hanem azt mondom, hogy én most dühös vagyok. És elkezdek nagyokat lélegezni. Hagyom, hogy ez az érzés átmenj rajtam. Hogyha annyira dühös vagyok, akkor szétverek egy párnát. Tehát, hogy hagyom, hogy kimenjen belőlem ez az érzés. Vagy lenyugtatom magam, akkor észrevesszük, hogy hoppá, át is ment rajtam. És ez nem az elnyomás, hanem az, hogy felismerem, hogy mi az, ami bennem zajlik. Mert nagyon sok ember nem képes erre. És pont tegnap voltam fogorvosnál, és mondtam neki, hogy valami van a fogalmam, és mondja, hogy hát nem is csodálkozom, azt mondja, mert te mindenre rájössz nagyon hamar. Mert hogy annyira érzékeny vagyok a változásra, olyan tudatos vagyok, hogy a testem legapróbb változásaira és tudom, hogy valami nem stimmel. És akkor mindig megnézem, ugyanígy van ez a lelkemmel, hogy amikor az anyukámmal való kapcsolatomban, vagy a legfontosabb kapcsolataimban valami konfliktus van, akkor tudom, hogy na, akkor itt most van valami, akkor most lehet, hogy pihennem kell, lehet, hogy többet kell meditálnom. Tehát, hogy nem az van, hogy rájuk mutogatok,
hanem megnézem azt, hogy mi zajlik bennem. És ez már egy fél siker, mert ugye onnantól kezdve, hogy leülök és megfigyelem magam, lenyugszik az idegrendszer, és nem reagálni fogok idegből arra a helyzetre, hanem válaszolni, amikor tudom azt, hogy jó, én most feszült vagyok, és ez mondjuk egy párkapcsolatban is lehet egy beszélgetés, hogy figyelj csak, most bennem beaktivált ez a dolog, valamit, ez nem veled kapcsolatos, de most szeretnék egyedül lenni. Kérlek, ne vedd magadra, hogyha így válaszolok. És akkor a másik tudja, hogy akkor mi a feladat. És megúsztuk ezeket a felesleges konfliktusokat De ez azt igazából. jelenti, hogy a másik fél is értse, és tudja, hogy amit veled történik, az már egy teszt is elmetudatosság. Tehát ez kell egy olyan partner is, aki elfogadja ezt, amit mondtál. Ez egyébként csúcs. Tehát én is azt mondom, hogy igen, ilyenkor mondd azt, hogy be vagyok triggerelve, vagy mindegy, ahogy te fogalmaztad, teljesen jó, és hogy most ez nem rólad szól, hanem most nekem kell átmennem ezen a kis érzelmi barométeren, és megnyugodnom, és akkor majd tudunk, akkor majd oda tudok figyelni rád, akkor majd oda tudok fordulni feléd. És amit mondtál a könyvekről, hogy igen, nagyon sok ügyfelem van nekem is, aki nem tudom, már századik tanfolyamot végzi, és ha nálam elvégzett egyet, megy egy következőre, és én a TKK-n is azt mondom, hogy nem ér semmit a tanfolyam, ha a gyakorlati részt nem csinálod meg. Mert a tudatalatti az az érzően. Tudatos az a gondolkodó, a logikus, a racionalizáló, az olvasó, az ismereteket beépítő elménk, de az érzelmeink, ami a katalizátor, ami a megoldáshoz tud vezetni, az mind a tudatalatti elménkbe van letöltve. Tehát, hogyha nem szállunk szembe, nem nézünk szembe a rosszal, a fájdalommal, amihez azért hozzáteszem, hogy azért érzékeljük ekkora nagy fájdalomnak, mert még a gyerek állapotban vagyunk, és a gyerek abban a pillanatban, mondjuk 3-4 hónapos korában páni félelmet élt meg, amikor a mami kiment a szobából, mert azt hitte, hogy meg fog halni, és mi is sokszor azért nem nézünk szembe ezekkel a magány miatti fájdalommal, az elhagyatással, mert azt hiszük, hogy meg fogunk halni. Tehát amikor először megtapasztalod ezt, sírsz, minden fájdalom feljön, a gennyel kezd kifelé folyni, de rájössz arra, hogy nem haltál meg. Hogy túl lehet élni, és egyre jobban rutinosabb leszel ebben, és te már nem csak elmetudatos, hanem testtudatos is vagy, ami szerintem egy fantasztikus dolog. Klári, arra nem válaszoltunk, vagy nem tértünk, hogy boldogok az emberek Indiában, mesélj egy kicsit erről. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy igen, és ennek több oka van. Az indiaiaknak az agya máshogy van behúzalozva, és az indiaiak például az időhöz is teljesen másképp viszonyulnak. Tehát, hogy ők nem stresszelnek semmi. Hogyha megnézed a forgalmukat, akkor ott nincsen rendszer abban, hogy az autók hogy haladnak. Hanem ott mennek, ahol hely van, viszont dudálni kell, és azért kell dudálnod, hogy vegyen észre a másik. És ami nagyon tetszik nekem ebben, hogy mindig a másikra figyelnek. Tehát mindig figyelnek arra, hogy jön a másik. Tehát nem önző módon mennek előre, hanem a dudálásra azonnal figyelnek. És volt pár olyan stresszes helyzet, amikor majdnem lekéstük a repülőgépet, vagy például kimentünk Indiába, beváltottunk egy csomó rúpiát, és másnap kivonták a rúpiát a forgalomból, azt a fajta rúpiát. Tehát, hogy egy csomó olyan stresszes helyzet volt, amiben a nyugati ember biztos, hogy idegösszeroppanást kapott volna, és egészen egyszerűen mindenre találnak megoldást. Tehát mindig azt mondja, hogy jó, nyugodjál meg, el fogod érni, itt vagyok, meg nem idegeskednek. Tehát egyáltalán hiányzik belőlük ez a fajta stressz, pedig aztán ott is rengetegen vannak, ott is iszonyatos nagy forgalom van, de mégis azt látom, hogy sokkal nyugodtabbak. Másrészt ugye van bennük egy óriási hit. Tehát ők, ott rengeteg Isten létezik, és ők nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy tiszteljék az isteneiket. Tehát ők tudják azt, hogy ők egy erő, és van egy másik erő is, amihez hozzá lehet férni, és ez nekik nagyon fontos, ezek a tradíciók. Ugye amikor valaki kimegy Indiába, akkor látja ezeket a csodálatos templomokat, óriási erejükben, és ezeket én is látogatom folyamatosan, és volt olyan, hogy fizikai tüneteim voltak, volt olyan, hogy beléptem, és így hihetetlen energiák voltak, tehát hogy ők valahogy hozzá tudnak férni ehhez az energiához. Ugye ennek azért Indiának is vannak negatív oldalai, ugye a nem létező, mégis létező kasztrendszer, amiből ugye nagyon nehéz kilépni, meg ugye az a családrendszer, annak az intimitásnak a hiánya, ami ugye nem látható ott a családokban, viszont mégis van egy olyan hitük. Tehát, hogyha ott valaki férhez megy, akkor az férhez megy. Tehát nagyon kevés az, aki elválik például. És
De megkap mindent a nő. Tehát, hogy azért vannak másfajta szerepek, én nem tudnék ott élni, tehát, hogy én a saját természetemből kifolyólag ebben nem tudnék, viszont az a mentalitás, amit ők követnek, tehát, hogy ott nincs olyan, hogy probléma. Ott bármi van, ott nem látod azt, hogy ők idegesek. És ez egyébként, amikor hazajövök, akkor mindig azon gondolkodom, amikor visszacsöppenek így a való életbe, hogy mennyi felesleges stresszt generálunk saját magunknak. Mert maximalisták vagyunk, és nem lenne egyszerűbb úgy gondolkodni, mint ő, hogy hát a késtem fél órát, késtem, de itt vagyok. Örülj neki, hogy itt vagyok. És mi meg ilyen nagyon, ugye ez azért visszavezethető arra, hogy milyen rendszerben nőttek fel a szüleink, és a szüleink hogyan neveltek minket, mert én is azért lettem maximalista, mert az apám katona volt. Tehát, hogy, és velő, és én is, tehát, hogy én magammal szemben lettem kegyetlen. Tehát, amilyen kegyetlenül volt velem, amilyen elvárásai voltak velem szembe, én ezt magamra tettem. És India ezzel nagyon sokat lazított. Tehát, hogy amikor kimegyünk, minket mindig érnek ilyen hatások például. Tehát, amikor kimész, nincs két ugyanolyan kurzus, nincs olyan, hogy minden folyamat ugyanolyan. Mindig ér valami meglepetés. És tudnod kell arra reagálni, tehát hogy, és nem idegből, hanem úgy, hogy tudod azt, hogy most akkor mit lépjél. És már igazából én immunis lettem így a nehézségekre, amikor mondják nekem, hogy most ez van, az van, mert azt mondom, hogy jó, meg fogjuk oldani. Így vagy úgy, de megoldjuk. Tehát volt olyan, hogy végigcsináltam egy kurzust úgy, hogy nem volt jó a tolmácszett. Akkor folyamatosan próbál. Akkor kivonták a pénzt a forgalomból, akkor kórházba kellett vinni valakit. Tehát, hogy, és nincs két ugyanolyan folyamat, és folyamatos változásban tartják egyébként az életet, és így megtanítanak minket arra, hogy ez rendben van. Mert az élet egy áramlás, és nekünk menni kell a változással. És hogy tudják összehozni az indiai, nem tudom, hogy még így van-e, én egyszer voltam Hyderabadban, és szintén egy konferencián, de ez teljesen más természetű volt, a mély szegénységet, én akkor még azt ott láttam, főleg a városon kívül, a sátrakban, ahogy éltek az emberek, meg amikor kis kecske is utazott azon a kis tucon, egyébként nagy élmény is volt, de hogy tudja, vagy hogy tudott te, Tony Robbinsnak a kócsa, aki azért egy nagy sikerkócs, és sok embernek segít sikeres vállalkozónak lenni, pénzt csinálni, női vállalkozónak lenni, te is segítesz egy csomó embernek. Hogy tudod összehozni, vagy összeegyeztetni ezt magadban, India szegénységét, és azt, amit képviselsz, hogy legyetek sikeresek, és keressünk több pénzt? Alapvetően engem az első indiai utam az traumatizált ebből a szempontból, amikor én megláttam azt, hogy, mert ugye ahova mi járunk, az Indiának nem egy gazdag része, viszont az a templom, amit felépítettek, az Ékán, az ott vannak olyan energiák, ahol a legjobban tud működni, a legjobban tud hatni az embereknek a tudatosságára, tehát nem volt kérdés, hogy azt oda építik fel, de az egyik legszegényebb része Dél-Indiának, és ugye hát azért látunk összetákolt házakat, és olyan érdekes, hogy pár évvel ezelőtt elvittek minket egy faluba, mert hogy mindig azt mondják, hogy az indiai kurzusok ára milyen drága, mert azért itt 4000 dollárról beszélünk, de ők ezt a pénzt visszaforgatják. Tehát ez azt jelenti, hogy ők 10 000 falut szeretnének ilyen önfenntartó faluvá tenni. Tehát olyan házakat, ilyen összetákolt házaknak építenek nekik egy falut, és önfenntartóvá teszik, megtanítják őket gazdálkodni, közösséget építenek. És amikor először elvittek minket ebbe a faluba, emlékszem, hogy ilyen nagyon a hatása alatt voltam, mert hogy a félig kész volt a falu, félig nem. Tehát láttuk, hogy miből mit építenek. És képzeld el, hogy azt láttam, hogy boldogok ott az emberek. Hogy szaladtak oda a gyerekek, hogy az asszonyok is, tehát hogy egyszerűen, és elszégyeltem magam, hogy én itthon élek, egy óriási biztonságban, tényleg kényelemben. És az emberek egyfolytában stresszelnek, panaszkodnak, több pénz, több ez, több az, ez kell, ilyen, és ezek tök egyszerű életet élnek, és boldogok. És azt mondtam, hogy ezt kéne az embereknek megmutatni. Hogy teljesen mindegy igazából, hogy mit van, itt legyél boldog. Mert akkor is boldog tudsz lenni, hogyha van, ők egy család él egy szobában. Tehát ott nem az van, hogy óriási házak vannak. Persze Keralában ott ugye a gazdagabb részeken van, de hogy itt a legszegényebb részeken egy szobán osztoznak négyen. Vagy nincs is ágyuk például, mert a földön alszanak, de boldogok. És ez az, amit meg kell tanulni az embereknek, hogy a boldogság az nem kívül van, az nem attól leszek boldog, hogy én sikeres leszek, nem attól leszek boldog, hogy gazdag leszek, vagy lesz egy autóm, lesz egy lakásom, hanem attól leszek boldog, ami itt van, és ami itt van, és erről mi tehetünk? Tehát, hogy ez a mi felelősségünk, hogy mit gondolunk, és egyébként a Tony Robbinsnak vannak nagyon jó metódusai arra, hogy a mindennapokban hogy tudunk figyelmesek lenni arra, hogy mire fókuszálunk.
Mert ezek az emberek arra fókuszálnak, amiük van. Hogy ő örül annak az összetákolt háznak, örül annak az egy szobának, és nem azt nézi, hogy mi az, ami neki nincs. És oda tud jönni, és meg tudjuk egymást ölelni a legnagyobb szeretettel. És mi meg mit csinálunk? Itt élünk tényleg egy biztonságos országban, mert nálunk nincs háború. Csak az a baj, hogy a háború bennünk zajlik. És az, ami bennünk zajlik, az hatással van a külvilágra. És amikor bennem ez a háború véget ér, akkor a legnagyobb konfliktus közepette is tudok békésnek lenni. És ugye mondtad, hogy segítek az embereknek, a vállalkozóknak. Én abban segítek az embereknek még, hogy hogyan tudnak minden körülmények között felesleges stresszt kizárni az életükből, és a csodálatos állapotban élni, mert ez tőlünk függ. És a pandémia alatt, egy nap alatt lemondták a kurzusomat, a személyes kurzusomat, és igazából ott nagyon kellett figyelni arra, hogy én arra hogyan reagálok. És tulajdonképpen folyamatosan a pandémia alatt alkalmaztam a tanításokat, és végig arra figyeltem, hogy én hogy akarom magam érezni. És folyamatosan próbáltam magam magas rezgés szinten a csodálatos állapotban tartani, bármi történt a külvilágban, és ez hozta azt, hogy nem ment csődbe a vállalkozásom, mert ugye arra volt felépítve, hogy személyes programokat tartunk, hanem mentünk a változással. Megnéztük, hogy hogy működik a hibrid program, megnéztük, hogy hogy működik az online program, és így lett a Kapcsolatok Akadémiája online program, és hirtelen kétszer annyi emberhez tudtam elérni, mint előtte, mert már nem voltak fizikai határok. És ezért kell figyelni arra, hogy mi hogyan reagálunk az életnek a változásaira, mert ahogy Tony Robbins szokta mondani, hogy a probléma elkerülhetetlen, de a szenvedés opcionális. És a szenvedést mi generáljuk saját magunknak, az nem egy külső tényezőtől függ, viszont az ember, amíg a tudatalatti irányítja, addig ugye ebbe ezek a reakciók folyamatos szenvedésbe fogják őt vinni, amíg ebből nem törünk ki. És a másik dolog az, hogy rengeteg ember azt gondolja, hogy engem nem ért trauma, az én életem jó, nekem ezzel nem kell foglalkozni, ismerek ilyen embereket. De ránézésre látom, hogy nem boldog, tele van egészségügyi problémával, tele van érzelmi problémával, párkapcsolati problémával. Tehát, hogyha én azt látom, hogy az életem nem úgy megy, ahogy én azt szeretném, hazudhatok magamnak egyébként, hogy az élet ilyen, meg ez az élet része, de ha én nem vagyok boldog a kapcsolataimban, a munkámban, akkor ott valamit kell tenni. És nem szégyen azt mondani, hogy én felvállalom a felelősségét annak, hogy dolgozom az érzelmeinkkel, az érzelmeim, mert senki nem tanította meg. És hogyha én itt vagyok ebben a generációban, mert valljuk be őszintén, hogy hát nagyon szerencsések vagyunk, mert neked sem kell az életedet leélni a fájdalomban, nekem sem, és mi vagyunk a családban az, aki végre ezt ki tudja tisztítani. És ez egy óriási ajándék. És amikor azt mondom, hogy én ez felvállalom a felelősséget, az nem azt jelenti, hogy én pszichológus, nem szégyen pszichológushoz járni, coachhoz járni, narcisz coachhoz járni, a kódependenciával foglalkozni, transformációs folyamaton átmenni, hanem pont ez az, hogy felelősséget vállalok az életemért, és azt mondom, hogy szeretnék ezzel dolgozni, mert mindenkit ért trauma. De vállalod azt is, hogy megfizeted az árát, amit viszont nagyon sok ember nem akar vállalni. Nem csak az anyagi költségeket. Igen. Ki kell menni Indiába, és le kell mondanom dolgokon, mert 4000 dollár, stb. Össze kell gyűjtenem rá pénzt, mert én úgy gondolom, hogy ezt is vállalni kell, mert nagyon sok ember hozzá van szokva, hogy mindent ingyen, 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 és hogyha valamiért már fizetni kell, akkor nem lép tovább, de időt sem akar sokszor belefektetni, és energiát sem. Annyira jó dolgokat mondtál most itt a végén, Klári, hogy én már nem is akarom ezt tovább ragozni, szerintem ezek legyenek a záró gondolataink, és a TKAK-nak kivontad a jelmondatát tudat alatt, hogy akarom magam érezni, mert az én tanfolyamon is most ez a kulcs, hogy ezt fogalmazd, hogy általában véve hogy akarod magad érezni. De ahhoz, hogy ezt tudd, előtte ki kell mondanod magadnak azt, hogy hogy érzed magad most ebben és ebben a szituációban, azaz, hogy szembesülsz az érzéseiddel, amiket mondtál. Még a végén annyit tegyünk meg, hogy mondjuk el, aztán természetesen a videó alatt le fogok írni ide minden, de hogy hol találnak meg téged a hallgatók. Mindjárt csak hagy reflektáljak még erre, amit mondtál, hogy én azért ajánlak téged az akadémián belül is egyébként, mert én hiszek abban, hogy nem kell mindenhez érteni.
Tehát, hogy mindenkinek megvan a saját specializációja, és ezért szeretek együttműködni szakemberekkel, és hál' Istennek nagyon jó szakembereket találok, úgy, mint téged is, a véletlen ugye összehozott bennünket, téged ajánlottak nekem, aztán végül kiderült, hogy közös munka során, hogy ugyanazzal a hölgyel dolgozunk együtt, úgyhogy nem is nagyon kellett kutatni utánad. Úgyhogy mindig megtaláljuk ezeket az embereket, mert hogy kell az embereknek azt, hogy megértsék, hogy mi történik velük. Tehát, hogy kell, hogy eljussanak arra a pontra, hogy lássák azt, hogy kódependensek, hogy lássák azt, hogy miért élnek narcisztikus kapcsolatban például. És hogy én ehhez nem értek. Tehát, hogy én megmaradtam a kaptafámnál, ahhoz, annál, amihez értek, a kapcsolatokhoz, az érzelmekhez, a stresszoldáshoz. És ezért a nézőknek is ajánlom, hogyha ezzel kapcsolatban, hogy nem kell választani sose. Tehát, hogy mindig, tehát, hogy a kettő együtt nagyon jól megállja a helyét, ugye vannak is, akik mentek hozzád is, meg akik jöttek oda is, mert hogy én mindig azt mondom, hogyha több utat találunk, tehát a kettőnél többet azt nem javaslok sose, de hogyha lehet, akkor miért nem gyorsítjuk fel azzal a folyamatot, hogy dolgozunk tudat alatt és tudatosan. És tényleg én nem véletlenül vagyok ott a kurzusaidon egyébként, most is az ADHD képzésen, mert hogy én is szeretném még jobban megérteni, mert én ehhez nem értek. Én tudom azt, hogy mi történik az érzelmi, a trauma szinten, de szeretném megérteni, hogy hogy működik az agyam, hogy működik az ADHD, hogyan tudom még fókuszáltabbá tenni magam, és még hatékonyabbá, úgyhogy én azt mondom, hogy mindig tanuljunk, tehát, hogy ennek soha nincs vége, ahogy te is mondtad, ez egy élethosszig tartó folyamat, és ugye, ahol engem meg lehet találni, az a gáliklára.com oldal, és a Kapcsolatok Akadémiájára időnként megnyitjuk a kapukat. Szoktam tartani ingyenes webinárokat, mert én abban hiszek, hogy az emberek jöjjenek el, tapasztalják meg, és utána tudják eldönteni, hogy ez nekik való vagy sem. Az akadémia nem mindenkinek való. Az akadémia annak való, amit beszéltünk az előbb, aki felvállalja a felelősségét annak, hogy beleteszi a munkát. Ugyanis én a lakásom árát költöttem Indiára, és soha nem bántam meg. Tehát amikor azt mondják, hogy fú, 10 000 forint a havidíj, és akkor az milyen sokba kerül, és akkor azt mondom, hogy értem, de nekem alsó hangon 1,5 millió forint volt egy darab kurzus, amiből én elvégeztem 17-et. Nálam ugyanez a tagság, hogy most váltottam, ugye, és van egy 6000 forintos tagság, és azt sem szívesen fizetik meg, mert előtte 500 videót ingyen csináltam, de pontosan így vagyok, hogy én még nem számoltam össze, de 2015 óta én is nagyon-nagyon-nagyon sok millió forintba, és folyamatos ez, hiszen az ADHD kurzus se tudnám idehozni, és már dolgozom a következő, szóval teljesen egyetértek. És azt kell látniuk ezeknek az embereknek, hogy mi megkönnyítjük az életét azzal, hogy mi felvállaljuk azt, hogy rendben, kimegyek, megtanulom, ugye nagyon kemény munka azért egy amerikai tanfolyamot elvégezni, lefordítani, átadni, tehát hogy én pontosan tudom, mert ugye mi is a tréningeket angolul kapjuk, tehát ez iszonyat meló, ami ebben benne van, közben mi is csináljuk a saját folyamatunkat, és ezért elkérni 6000 forintot, 10 000 forintot, az ingyen van, és nekem van is olyan tagom, aki belépett, és azt mondta, hogy úristen, annyi anyag van fent, hogy ez ennyi pénzért ingyen van. És nem is fogok emelni, mert nekem az a lényeg, hogy minél több emberhez eljussak, minél több embernek tudjak segíteni az ingyenes programjaim által, és aki érzi, hogy szeretne változtatni, az megtalálja a helyét, ahol megtalál téged is igazából. És a... És ott vagy, Facebookon igen, is. Igen, a három weboldalon van, a gáliklára.com, a kurzus.gáliklára.com, ott van a meditációs album, hogyha valaki csak a meditációs albumot szeretné, az is lehet, de az akadémia tartalmaz mindent. És nekünk van 10% kedvezményünk, tehát aki rajtunk keresztül keresi, TK Akásoknál van egy olyan modul, ahol mi is meditációkat hallgatunk, ott ajánljuk is a Klári oldalát. 15% kedvezményetek van. És van a tudatos tervező. A tudatos tervező egyébként én a kis ADHD miatt csináltam meg, ami segít abban, hogy így fókuszáltabb legyek, úgyhogy ez a tudatostervező.hu oldalon van, és a Facebookon pedig Gáli Klára egységben élni, meg a egységben élni a nevünk az Instagramon is. Nem vagyok túl aktív rajta, tehát hogy azért vannak posztok, inkább az energiát arra fektetem, hogy minél többet segítsek, és az ingyenes programokra, hogy minél több emberhez elérjünk, mert azt látom, hogy erre nagyon nagy szükség van, de hál' Istennek az emberek egyre tudatosabbak, és egyre jobban fáj nekik az, hogy szenvednek, és elkezdenek dolgozni. Úgyhogy én nagyon örülök, Barbara, hogy megismertelek, és tényleg én csak olyan interjút vállalok el, és csak olyan szakértőket hívok az akadémiába, akiket elismerek, és a te életutad is olyan, ami
Egy következő beszélgetés alkalmával beszélgethetünk erről, ami példaértékű. És hogy nagyon, nagyon örülök, hálás vagyok neked, hogy ismerlek, és hogy a szakértőnk vagy, és hogy beszélgettünk, mert azt gondolom, hogy azzal, hogy kirakjuk a saját utunkat az emberek elé, és megmutatjuk a sebezhetőségünket, megmutatjuk a traumáinkat, ezzel tudunk nekik segíteni abban, hogy van kiút. A hitelességgel, ugye? Tehát, hogy nem valami kitalált történetet adunk elő, hanem önmagunk vagyunk. És én is azért nagyon hálás vagyok neked, Klári, hatalmas utat tettél meg. Szerintem így most már meg fognak találni, engem pedig a Narcisz Coach YouTube csatornán, illetve a Facebookon, a Narcisz Coach Life Changer oldalon és a Tükröm Légy oldalon találnak meg az emberek. Az utóbbi az egy olyan nagy csoport lett, hogy ott már én se vagyok aktív, de hogyha valami van, akkor e-mailbe tudnak írni, jelentkezni a képzésre, és én is azt mondom, hogy folytassuk, mert én a mai napon is rengeteget tanultam tőled, és olyan sok dolgot mondtál, ami megerősítette azt, hogy minden út Rómába vezet, meg kell szabadulnunk ezektől a tüskéktől, fájdalmaktól, úgyhogy mindenkinek hajrá! Köszönöm szépen neked, Klária, részvételedet! Én is köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! Sziasztok!